harmad viszont nagyobb, mint egy, tehát őnek itt kellene. Matekóra zajlik a 9. kerületi Szent György Albert általános iskola és gimnáziumban, az újonnan felszerelt digitális tanteremben, mely 3 pilléren alapszik. Az eszközök a tartalmi rész, továbbá a pedagógusok képzése. Tehát itt az okostábla, a második a tanárnak a laptop, a harmadik a gyereknek a tárlagé, és itt van az okos szekrény, amely nem csak biztonságosan tárolja, hanem egyben tölti is a tableteket. Zombori Miklós informatikáért felelős alpolgármester mutatta meg stábunk számára a tanítást és tanulást segítő informatikai és okos eszközöket, kiemelve a rendszer számos előnyét. Tanárként az a nehéz, hogy az óra anyagát leadom, de nincs visszacsatolás. Tehát nincs a gyerektől, hogy most megértette, nem értette, mennyire értette. Itt órán, itt az óra végén a táblagép segítségével pillanatokon belül kap egy visszacsatolást a tanár, hogy milyen eredmény, sőt a digitális tábla segítségével a gyerek is láthatja, hogy az egész osztálynak milyen az átlag eredménye az óra végén. A digitális tanterem kiváló lehetőség arra, hogy a tanulók és a tanárok digitális ismereteit elmélyítsék, teljesítményüket növeljék, és a tanulás szórakoztatóvá váljon, miközben az csapatmunkára épül. A pedagógusok használhatnak kész tananyagokat, és saját változatokat is készíthetnek. Minden pedagógus mindig az adott diákcsoport és az adott anyagrésze tervezi az óráit, ugyanígy ezeket a digitális anyagokat is, természetesen jó alapokkal rendelkeznek, mert mindenkinek van már informatikai háttér és informatikai ismeret, illetve kész anyag, most ezeket kell kibővíteni, ezeket kell átalakítani. A Szent György Albert általános iskola és gimnáziumban kialakított digitális tanterem az országban a 19. Ferencvárosban ezen kívül még 2 iskolában került kiépítésre hasonló rendszer, a Kosztolányi Dezső általános iskolában és a Lővei Klára gimnáziumban. Gyakorlatilag azt látjuk a Vodafone-nál, hogy a digitális oktatás az egyik legfontosabb cél most itt nekünk is, illetve Magyarországon is, mégpedig azért, mert a gyerekek teljesen megváltozott környezetbe fognak bekerülni. Itt említettem a nyitóbeszédemben is, hogy olyan munkakörökben fognak elhelyezkedni, amik ma még nem léteznek, és éppen ezért fontos, hogy felkészítsük őket a változásokra, és úgy menjenek ki az iskolából, hogy gyakorlatilag ebben a folyton változó digitális világban ők már felvértezve legyenek a digitális tudás által, és tudják gyakorolni ezeken a bizonyos eszközökön, amiket a mindennapi munkájukban használnak majd, hogy mit is kell csinálniuk a jövőben. A digitális tantermek megvalósítására Ferencváros önkormányzata a 2019. évi költségvetéséből bruttó 39 millió forintot biztosít.